Sziasztok, jó estét, üdvözlök mindenkit a csatornámon. Egyszer már próbáltam felvenni ezt a videót, de valamiért nem mentette el. Úgyhogy most kezdhetem előről. Szóval, mi várható november hónapban? Három csoport közül választhatsz. Egyes csoport, ez a kis alien, UFO cica, tól látszik-e? Így. Vagy a, ez a kártya. Kettes csoport pedig a denevér. És ez a kártya. Hármas csoport, szellem, mint ami a körmömön van. Megmutattam. Így, ó, bocsánat, megfordítottam. Ez a kártya. Ez egy általános elemzés lesz, szerelmi és úgy mindenféle területet fog érinteni. Munka, anyagiak, stb. Megpróbálom gyorsan, vagy röviden. Lazulj el, vegyél egy mély levegőt, és fújd ki, és válassz egy csoportot. Köszönöm, hogy itt vagy. Kezdem az egyes csoporttal. Hogyha ezt választottad, ez neked fog szólni. Mi várható novemberben? Védelem, vagyis önmagad védelmére fogsz fókuszálni, de lehet ez terhesség is. Fogja a hasát a hölgy, ez a személy. Strangely lonely, nem látom jól. Holding on way too tight. Ne ragaszkodj túlságosan a dolgokhoz. A magányosnak érezheted magadat, hogyha szingli vagy, egyedül vagy. Itt is van egy védelmező páncélod. Valaki kiáll melletted ebben a hónapban. Úgyhogy nem leszel már annyira egyedül, vagy magányos. Melyikkel kezdjük? Legyen ez a kártya. Szerelmi téren mi várható? Egyes csoport. Ki és mi várható? Mi folytatódik? Testi kapcsolódás. Egy szent egyesülés a testtel kettő egyé válik, úgyhogy fizikai kapcsolat lesz, egyé váltok. Ez azt jelenti, hogy valakivel találkozni fogsz, vagy a pároddal újra egyesültök.
És hidd el, hogy értékes vagy, hogy az értéked nem függ másoktól. Most igazán értékesnek fogod érezni magadat, szeretve. Valaki, aki a legjobb barátod, azzal egy ilyen románc alakul ki, vagy kapcsolat. Az érzések elmélyülnek kettőtök között. És ez akár lehet az élettársad. Ez a románc, vagy biztos és hosszú távú lehet, stabil. Úgyhogy stabil kapcsolat várható a következő hetekben, akár hónapokban. Mi várható novemberben? Egyes csoport szerelmi téren. Engagement ring, partnership, commitment, egyesülés, elköteleződés, eljegyzés, partnership, partner kapcsolat. Valakit akár eljegyeznek, hogyha már egy ideje ismeritek egymást, akkor szintet lép a kapcsolatotok. Vagy találkozol valakivel, aki később majd megkéri a kezedet. Bót. Azt kapod, amire vágytál. Viszont tovább kell lépned, lezárási problémák vannak. Ha még nem vágtad el a szálakat az előző partnerrel, ideje megtenni. Stability, biztonság, növekedés várható. Ugye a legjobb barátoddal akár stabil kapcsolat is alakulhat ki. Paradise, paradicsom, happiness, boldogság, élvezetek, játékosság. Élvezitek egymás társaságát, szóval happy sunshine. Vigyél egy kis játékosságot az életedbe, és legyetek kettesben. Kockáztasd meg. Lehet, hogy több opciód van, lehetőséged van. Legyél stratégiád, mármint hogy logikusan gondolkodj. Runner. Is codependent relationship, listening to ego, itt valaki fél az intim kapcsolatoktól, és elmenekült, mert valaki az egójára hallgat.
Viszont szerelem várható. Legyen hited, mert lesz egy meglepetés találkozód. Ha hezitáltál, nehezitál tovább. Hallgass a megérzéseidre. Valaki szomorú, mert hiányzol neki, rád gondol, akivel szeparál, külön vagytok most. Valaki kifejezi a szerelmét feléd, szerelmi üzenetet kapsz. Valaki rád gondol, és ezt tudatni fogja veled. Ez lehet egy üzenet, vagy hívás. Ez lehet egy személy, aki titkolja az érzelmeid feléd előzőleg. De legyél óvatos, és állíts fel határokat. Ne engedj meg mindent, főleg ha ki akarnak használni. Nézzük meg a tarókártyákat. Mi várható szerelmi téren? Ki vagy ki jön feléd? És mire kellene fókuszálnod? Egy, kettő, három. Lehet, hogy egy levegős elemmel van dolgod, csillagjegyűvel, Two of Swords. Nem tudsz dönteni, bizonytalan vagy. Esetleg nem látod tisztán a helyzetet. Csak úgy dobálózol vakon. Six of Wands, ez pedig cselekvést jelent, vagyis hogy kilábalsz a rossz helyzetből, és most már eljön a cselekvés ideje, úgyhogy cselekedned kell. Lehet egy új társaságba kerülsz, vagy közösségbe. Gyerekekkel, nőkkel körülvéve, és segíts másokon, segíteni fogsz másoknak. Ne legyél önző. Igen, itt azt látom, hogy itt a munkára, vagy a közösségre fókuszálsz majd. Eight of Swords pedig. Pedig az van, hogy túl gondolod a dolgokat, kicsit stresszelsz, lehet, hogy depressziós vagy néha,
vagy félsz a jövőtől, nem tudod, mi vár a jövőben rád, ez miatt aggodalmaskodsz. Miért van ez itt? Itt úgy látom, hogy be van kötve a szemed, meg a karod. Nincs cselekvőképtelen vagy valamiért. Viszont van egy társ, vagy egy kisállatod, aki mindig támogat téged, úgyhogy átsegít a nehézségeken. The Emperor. Itt valaki túlságosan kontrollálni akar téged. Itt az ideje, hogy átvedd az irányítást, és uralkodj önmagadon. Állj ki önmagadért, vagy pedig ez a személy fog segíteni neked, egy férfi, vagy egy férfias személy, és egyen rendelkezik. Határozott, és akár lehet idősebb is nálad, de nem feltétlenül. Mi várható szerelmi téren? Egyes csoport. Queen of Swords. Tisztánlátás és világos kifejezés, vagyis, hogy minden sok kommunikáció és ilyesmi várható. És ünneplés, Three of Cups. Élvezd a pillanatokat ebben a hónapban. Mozdulj ki többet. Találkozz barátokkal. És ez akár újraegyesülést is jelezhet. Szerelmi téren. Az is lehet, hogy egy ikrekkel, vagy mérleggel fogsz újra egyesülni, vagy találkozni. Ups! Ezt látom most, kedves egyes csoport. Köszönöm, hogy megnézted, és további szép estét. És választhatsz egy másik csoportot is, ha úgy érzed, hogy kíváncsi vagy a többire. Lehet, az jobban rezonál veled. És találkozunk legközelebb is. Szia! Szia! Hogyha ezt választottad, ez a denevér, akkor ez neked fog szólni. Mi várható novemberben? Delicate fairy and her ferrets. Change is natural, good, and yes, it can hurt. Valami változás fog bekövetkezni, ami jó lesz. Természetes a változás, és néha ez fájdalmas is lehet, de hagyni kell, hogy
haladjon tovább az élet. Freely of the green world, natural world needs you. Szerintem a természetben kellene töltened több időt. De jó az a zöld tündér. Meditálj a természetbe, kirándulj, ha jó idő van. Nézzük meg a szerelmi életet. Mi fog történni, változni novemberben. Boat, receiving what you need, progression, arriving, moving on, closure issues. Valamit, ami a múltadban történt, még nem zártál el teljesen. Tovább fogsz lépni, vagy valaki megérkezik az életedbe, akire vártál. Nem lesz ez könnyű, de változás fog történni az életedben. Egy pillanat a kártyáimat keverem. Mi fog történni kettes csoport? Szerelmi életedben. Valaki megszállottan ragaszkodik hozzád. Kontrollmániás, kódependent kapcsolatban voltál lehet, narcisztikussal, hogyha nem volt kapcsolatod, akkor is egy ilyen kontrolláló szituációban voltál, ez lehet a munkahelyed is. Valaki nagyon függ tőled, vagy te függtél ettől a személytől, hogy függesz. Óra. Időre van szükség. Ideje, hogy gyógyulj. Szóval időt vesz igénybe még. Teljesen rendben jönnek a dolgok, meggyógyulsz lelkileg. Vegyél ki egy kis szabadságot is, lehet arra utal ez a kártya. Pihenj. Outdated thinking. Folyamatosan a múlt felemlékezése jár a fejedben, pedig a jelenben kellene élni. Maradj pozitív, keep a positive mindset, és bőség fog érkezni. Lehet ez akár egy új állás, vagy pénz, jövedelem. Manifesztálod, amire szükséged van. Áldás. Lehet ez akár új szerelem is.
boldogság, vagy a régi megjavul. Ajánlom, hogy hallgass ilyen szubliminál üzeneteket, amik segítenek manifestálni az álmaidat. Főnix, vagyis egy újjá ébredés, egy új fázis következik az életedben. Megújulás, átalakulás, növekedés. Teljesen megváltozik a gondolatod, világod. Twin Flames, Yin Yang, Balance, Union, Coupling, Complement each other. Találkozol a pároddal, aki teljesen kiegészít téged. Yin és Yang, Yin Yang. Egyesülés várható novemberben. Hogyha hiszel a Twin Flame-ben, Ikerlánkban, akkor akár vele is kapcsolatba kerülhetsz. Nézzük tovább. Mi várható novemberben? Kettes csoport. Healing family issues, családi problémák gyógyítása, a szerelmi életed jobbá válik, hogyha megbocsájtasz a szüleidnek, vagy a jelenlegi családodban vannak problémák, amik gyógyításra szorulnak. Vallásos faktor, a szerelmi életed befolyásolja vallásos háttér és a spirituális út. Mert hogy egy személlyel van dolgod, aki más kultúrából származik, más vallású. You deserve love. You megérdemled a szerelmet. És mi várható? Taró üzenetek. Kivel fogsz egyesülni? Nézzük meg, kivel fogsz kapcsolatba kerülni novemberben. Two of Pentacles. Ez egy földjegyű személy, vagy pedig akivel eddig úgy voltál vele, hogy nem tudod dönteni, vagy te nem tudtad eldönteni, hogy kit válasz. Több opció volt. Three of Swords, valaki, aki megbántott téged,
vagy hátba szúrt, valami szívfájdalom ért. Lehet, hogy egy előző kapcsolatodból valaki. Four of Cups. Ez pedig egy vízjegyű elem, ez pedig levegő. Az is lehet, hogy valaki, akit korábban elutasítottál, vissza akar téged kapni. Strength. Újra visszakapod az erődet, és urrá leszel a ösztöneiden, és az indulataidon is. Az is lehet, hogy egy oroszlánnal vagy kerülsz kapcsolatba. Érdekes. Ez a személy lehet, hogy rövid barna hajú, a férfi. És nagyon csalódottnak tűnik. Valamivel megbántottad. Vagy akár te érzed így, hogy csalódtál valakiben. Mit üzenne neked ez a személy, akivel nem vagy túl kontaktban? Mit mondana neked novemberben? Tudja, hogy fájdalmat okozott neked. De sajnos az időzítés nem volt jó számunkra, ezt mondaná neked. Még megnézzük a romantikus tündérek üzeneteit. Mi várható novemberben? Ez természetesen nem vonatkozik azokra, akik boldog párkapcsolatban élnek, vagy vannak. Úgyhogy válassz egy másik csoportot, ha úgy érzed, hogy nem a te történeted, mert rengetegen nézik a videót, és nem mindenki ugyanaz. Nem mindenkivel ugyanaz történik. Értitek? Szóval veled mi fog történni novemberben? Fearless love. Hogy a félelmeid le fogod győzni, és ez kiállja a szerelmeteket, mindenféle akadály. Bonding, vagyis kapcsolódás, ragaszkodás. Ahogy jobban megismeritek egymást, hogy felfedezitek, hogy mennyi közös van bennetek. Ez lehet az ikerlángoddal való egyesülés. Most közelebb érezheted magadat a párodhoz, hogyha van.
és a szerelmi nyelvezete pedig a megerősítések, szerelmes szavak, szeret, nagy hatással vannak, hogy szavakkal fejezi ki érzelmeit felé. Affirmációkkal bevonzhatod a szerelmet, megerősítésekkel. Ez várható. Köszönöm, hogy megnézted, és nyomj egy lájkot, ha tetszett. Találkozunk legközelebb is. Szia! Szia! Üdvözöllek, hármas csoportot választottad. Mi várható novemberben számodra? Áldások, valami pozitív dolog fog történni. Lantern Fairy, Clear Solution, valami megoldás fog születni novemberben. Problémák voltak, akkor az tiszta lesz. Letisztulnak a dolgok. Mi várható szerelmi életedben? Hármas csoport. Retreat, it's time to disconnect from the world. Te és a párod, hogyha van, együtt elvonultok a világ elől. Ha nincs, akkor most ideje visszavonulnod, és élvezni a szingliségedet, hogyha szingli vagy. Free yourself, it's time to take back control of your life. Szabadítsd fel magad, és vedd át az irányítást a szerelemben. Ne hagyd, hogy befolyásoljanak. Pay attention to the red flags. Signs are cautioning you. Vannak bizonyos vörös zászlók, amik figyelmeztetnek, hogy valami nem okés ezzel a személlyel kapcsolatban, akivel próbálsz valamiféle kapcsolatot kialakítani. Lehet, hogy már érzed, vagy látod a jeleket, hogy valami nincs rendben. Ezt neked is tudnod kell, hogy nem mindenkivel rezonál. De ha úgy gondolod, hogy tényleg ez a személy nem megbízható, akkor ez a hármas csoport ott rezonál veled. Hogyha társat keresel, legyél óvatos. Separation, time apart from your partner is on horizon. Vagyis most külön vagy a szerelmettől, vagy lehet, hogy szakítani fogtok, vagy az is lehet, hogy külön él másik országban, vagy másik városba, és ezért távolság van köztetek. Nézzük tovább.
Hát ez eddig nem túl pozitív. De lehet, hogy ez csak jól jön neked. Egy másik személy fog boldoggá tenni, lehet. The snake. Competition, enemy, clever. Look over your shoulder, the other woman. Úgyhogy valaki téged megcsal. Van egy másik nő is az életébe, aki így jó. Vagy egy férfi, hogyha férfiként nézed. Photograph, looking at your photos, valakinek hiányzol, és nézi a fotóidat, social médiádat lehet figyelni. Miután különmentetek. Új fázisba érkezel, és átalakul a kapcsolat. Lehet, hogy egyesülsz valakivel. Mi várható novemberben? Hármas csoport. Runner, codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Valaki az egójára hallgat, és elmenekül az érzelmei elől, nem képes kimutatni őket, fél a csalódástól. Ez egy ilyen sevelet se nélkül egy dolog lehet. És most játszik az érzéseiddel. Viszont boldogság vár rád a jövőben. Paradise. Élvezetek. Engagement ring, partnership, commitment, egyesülés, wow. Ez lehet, hogy egy másik személlyel fog megtörténni, mármint nem azzal, akivel előzőleg gondoltad. Mi várható? Hármas csoport. Nézzük, hogy ez tényleg így lesz-e. Oh, burning desire, flames of passion. Szenvedély vár rád. Natural evolution, engedd, hogy természetes módon oldódjon meg, jöjjetek össze. Spirit soul path, personal evolution, fejlődni fog a kapcsolataid, fejlődni fognak, szintet lép. És az álmaid valóra válnak. Have faith in your rainbow will come smiling through. Legyen hited, és ne add fel a reményt. Az álmod be fog teljesülni a jövőben.
Nézzük meg, hogy kivel fogsz összejönni, vagy kivel fogsz kapcsolatba kerülni novemberben, vagy ha van valakid, akkor mi lesz veletek? Temperance. Most az egyensúlyra és a harmóniára kell törekedni. Ez lehet egy nyilas személy. Six of Wands. Tüzes személy, akivel kapcsolatba kerülsz. Bak. Oroszlán nyilas. Mindenképp pörgős lesz ez a hónap. Sok-sok dolog lesz, amit el kell végezned. Munkaterületén is. És szenvedély is vár rád. Ugye lehet egy fizikai kapcsolat. Emperor, uralkodó. Aries, vagyis bak személy lehet valaki, aki lehet a főnököd, vagy egy magas pozícióban álló személy, vagy nálad idősebb. Lehet, hogy támogatni fog téged, vagy pedig túlságosan kontrollálni akar. És az is lehet, hogy valaki a múltadból meglátogat téged, és ajándékot ad neked, vagy csak egy jót beszélgettek, de az is lehet, hogy az előző életbeli kapcsolatod, vagy lelkitársad vonzod be az életedbe. Nézzük, hogy mit üzenne a személy neked, akire gondolsz. Mit mondana neked? Ez általában olyanra gondolja, akivel nem vagytok kontaktban, nem kommunikáltok. Mit mondana neked most? Feel you leaving me behind. Úgy érzem, hogy magad mögött hagysz, vagyis hogy már elfelejtesz engem. Elhagysz. Egy kicsit elvesztettem önmagamat. I am not available. Nem vagyok elérhető. Ez voltak a novemberi üzenetek. Köszönöm, hogy itt voltál, és iratkozz fel a csatornámra, ha eddig nem tetted. Köszönöm, és szép estét mindenkinek!